A múltról kevesebb, a jövőről több szó esett a Nyíregyháza Spartacus új idénnyel kapcsolatos első rendezvényén, amelyen a klubot és a keretet érintő változásokról tájékoztatták a sajtóképviselőit. A klub a jövőben stabilitást szeretne maga körül. Ez azért valljuk be őszintén, hogy a Spartacusnál az elmúlt években hiányzott. Abban bízunk, hogy sikerül egy olyan klubkultúrát meghonosítani, amelynek mentén egyrészt sik lesz Nyíregyházán futballozni, és olyan játékosokat, vezetőtársakat, szakembereket tudunk majd Nyíregyházán vagy itt tartani, vagy ide hozni, akik azért is jönnek Nyíregyházára, mert ez egy olyan klub, ahol fontos a Spari család, fontos az, hogy ez egy nyíregyházi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klub, és minden kiszámítható. A kiszámíthatóság jegyében először is szeretném elmondani, hogy sikertelen volt az elmúlt év a Spartacus felnőtt csapatánál, és arra gondoltunk, hogy hogyan lehetne ezt erősíteni, ezt a csapatot, de semmiképpen nem szeretnénk az értékeinket elveszíteni. Már most mondom, hogy 5, illetve 6 játékos érkezését várjuk, de mi azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a jelenlegi értékeink itt maradnak és itt maradjanak. Ezért is kezdésként az a 2 játékos ül mellettem, akikkel meghosszabbítottuk a szerződést. Paku Rolanda 2 éves szerződést kötött a Spari. A középpályás elmondta, hogy szeretné megint átélni azt, amit a 2014-es feljutáskor érzett, emellett szeretne törleszteni a klub felé meglévő adósságából. A tavaszi első meccsen egy olyan sérülést szenvedtem, amit azt gondolom, hogy nem tudom, hogy fel tudtam-e volna belőle épülni esetleg. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ebből nehezebb lesz visszajönnöm, vagy vissza se tudok jönni, nem is focizhatok akár többé. Itt voltam, és azt a támogatást, amit a Sparitól kaptam, a tulajdonostól kezdve, egészen a vezetőkön át, a stábtagoktól, a játékosoktól, az egész családtól, a Spari családtól. Azt gondolom, hogy ezt én úgy szeretném meghálálni, hogy a pályán olyan teljesítményt nyújtok, ami a Sparihoz méltó. Szokol Zsolt, akivel 1+1 éves szerződést kötött a klub, 8. idényét kezdi majd Spari mezben. Igazából Roli mindent elmondott, amit én is szerettem volna. Nagyon örülnék neki, ha ugyanazt átélnénk, mint csak nem 10 éve. Az egy nagyszerű élmény volt, és nekem ugyanúgy az a célom, amikor másfél éve ugye visszajöttem, akkor is ugyanezt mondtam, és én ugyanúgy hiszek ebben, és szeretném ezt a célomat megvalósítani. Meg nagyon örülnék annak, hogy ha kicsit a Spartacus közelebb hoznánk a városhoz, úgyhogy azt én is mindenképpen támogatnám, ha a szurkolók is többen ki tudnának jönni a mérkőzésekre is tudnának minket támogatni. Kedden az is kiderült, hogy a Nyíregyháza Spartacus megyei első osztályban bajnok második csapata a Tolna megyében első Majosi S ellen játszik osztályozót az NB3-ba kerülésért. Az első mérkőzés vasárnap 17:30-kor kezdődik az Örökösföldi pályán.